nothing. It's just... I've never seen anything like this, that's all. You mean the woods? Yeah. Never walked in the woods. It's kind of cool. Egy kis gólyák is vannak. Ha. Körbenézni kell. She was up to the task. Why'd she drop you off on us? Well, maybe she's better now. Kid, I don't mean to upset you, but your friend's chances of survival weren't too high to begin with. She's a lot tougher than you think. It don't matter. 'Cause I doubt I can get either one of us back into the city in one piece. Trust me. I wish there were some other option. A csaj majdnem elvérzett haver, azért annyira nem hiszem, hogy készen állt egy ilyen feladatra. Miért egy kis nyugtató rész ebben a játékban? Wow, és még az ágokat is lehet mozgatni. Ezt már szeretem. Na, állj meg egy szóra viszont. Még nem vagyok közel semmihez. Ez is kurva jól jön. Gondolom ez is, meg ez a Shiftmaster, ez az, ami nekem tetszene. Ez, ez, meg ez a kettő, ezek meg is szarok egy picikét. Azok annyira nem lényegesek. De hosszú játéknak nézzünk elébe, valamelyiket biztos el tudom érni, hogy jó legyen. Úgy persze, hogy kerülünk. Should we climb it? No. Wire on the top, but we gotta find a way to go around. Ott már nincsen wire, szöges drót, meg tudnánk mászni. Na mindegy, nem fogok kötekedni. Whoa, look. Fireflies. I mean, real fireflies. Yeah, I see that. Sorry. Lost myself for a second. Megesik, ha egy gyerek is vagy, gyereknek élveznie kéne a gyerekkorát, nem ilyen apokalipszisokban részt venni. Nem igaz? Na jó. Á, egy deszka. Gondolom, hogy mindjárt kezdünk vele valamit. Nem tudom, ha talán így ezt már látom fektetni a szöges drót, sem. Nem tudom, mivel lenne jobb igazából. És aztán hogy másztam meg? Én egy igazi Sherlock Holmes vagyok, haver. Jól átgondolom a dolgokat. Elégen útban vagy, köszönöm, hogy kitértél magadtól. Na jó, van, ott volt valami doboz, szerintem ezt a házat meg tudjuk mászni. Szépen ide fektetem. Jep, és szerintem itt fel tudunk mászni. Itt van még valami extrém cső is, haver. Még kettő olló is fel van erre, akkor pontosabban egy ketté tört olló. Király, és még craftolni is lehet ilyet. Na, húzzuk fel a kis deszkánkat. Here we go. És átkelés. Hey, you, Bill. Where do you usually meet him? Huh? Different places. You've never been here, have you? I know this is where he lives, but no, I ain't never been here personally. And that smoke, think that's him? Sure as hell better be. Well, we'll check it out then. Aztán kiderül, hogy vannak ott. Nem akarok kannibálokkal találkozni. Ezekből a házakból még nem lehet bejutni egyáltalán. Mindegy.
Csak annyit le a városövezetben. Na, eltöröd a kis lábaidat? Sajnos nem. Mindegy, nem szívesen vinnélek a hátamon, szóval inkább örülök. Viszont az előbb ilyen fura hangokat hallottam. Hangoskodjunk csak. Na, azt le akarom lökni. Whee! Nem tudom, hogy lesznek-e zombik ebben a városban. Valaminek kell lennie. Olyan sokáig nem hiszem, hogy a játék nyugodt hangulatot akar tartani. Semmi nincs, csak egy leeresztett baseball labda. Baseball? Basketball? Kosárlabda, haver? Jó, ne ítéljetek el, haver. Én csak egy sima retardált vagyok, aki próbál szórakoztatni. You don't know how to whistle. Well, does it sound like I know how to whistle? Okay, it's okay. Tetszenek ezek a kis apró pillanatok. Give me a second. Még kirámolom a helyet. Fogjuk se, hogy betörőként is üzemelek. Kettő pisztolytöltény plusz egy pici pisztolytöltény. Franco. Minden rendben, haver? De hiszem, hogy unatkozom. Két majd tudunk távozni, vagy kimászunk az ablakon? Nem, ott elvágnánk a kis kezünket. Ezt csalogassuk. A lehető legrosszabb helyen ez. Hol van a másik? Eleve csak egy síven van, ha. De én csak ki akartam minden csalogatni, hát van itt valami loot. Papír. Nem olyan, amit el lehet olvasni. Jep, ez nem olyan papír volt. Tudok amit craftolni? Ja. Ne, nem baj. Majd ha vészhelyzet lesz, akkor majd leszúrlak, ha... Te milyen looton ez? Téged lehet, hogy butaság, de a loot miatt elintéznélek. Vagy nem. Felvettem, ami kell. És most szépen továbbállok. Közben oda felment a mi kis klikker barátunk. Ne hangoskodj, drágám. Mert rossz vége lesz szerintem. Kifejezetten rossz vége. Mindegy, tovább tudunk menni, nem lesz itt baj. Ide is be tudunk menni, meg... Ezt neki tudjuk szedni, valahogy nem. Haver. Ez most komoly, ide kellett jönnetek, ti scriptelt nyomorultak. Oké. Okay. Riperino pepperoni. Ja igen, csak 75-be került a fasz. Na azért lássuk csak. Jep, 75, már nem kell sok-sok 60. Ezt csináltam újra. De akkor még most tessünk túl a dolgon. Az egyiknek felkelti az érdeklődését, leszúrjuk szépen. Amúgy ezt, mint, tehát, hogy láthattátok, nem tenném meg, de kurvára be vannak scriptelve, hogy baszakodjanak velem, szóval muszáj vagyok. Valószínűleg te is utána jönnél megint, szóval...
Szóval meg is teszem megint. Inkább a hátad mögül kaptam a kettőt. Rip 2, Shiv, mit még szükségem lehet. Helyi legalább volt nálad ilyen történet, amit ott elpazaroltam korábban. Töltsünk akkor újra. Rip. Na. Ebben picivel több történet, vagy inkább használjuk ezt. És most megint menjek ide benn. Akkor ezt megint kilútoljuk. Megint fütyülni próbál. A régi történet. Ezt amúgy is totálit hagytam, haver. Na. Tesznek. Jó, hogy dörgöltek a sót, az egészen frissebben, haver. Csak nemrég veszítettem el. Na mindegy, most már mehetünk tovább. Most már nem jön senki se utánunk. Fuck me. Nem baj, tudok craftolni egyet? Nem, mind a kettő hiányzik. Kösz szépen, nyomorultak, hogy elhasználtam rátok az összes hívemet. Biztos tele van csuda jó lúttal ez a hely pedig. Ki a házon keresztül valahogy lehet távozni egyáltalán? Volt másik út. Ez így lefele vezetett. Tudom, hogy nem lehetett átmenni. Ja, abból tele vagyunk. Hé, rajtad volt valami. Szintén egy olyan töltény. Na jó, akkor keresünk egy másik utat. Vagy restartoljuk a checkpointot és valahogy menjünk oda be gyorsan. És szarjunk a klikkerekre. Nem tudom, hogy mindjárt kitalan. Meg itt bent valóban nincsen semmi. Ja. Restart encounter. És akkor legalább az egyik fertőzöttel végezzünk, vagy nem tudom. Te ezzel droppoltál nekem a mód, szóval. Valószínűleg veled akarok. Vagy a másiknak meg szétlőhetem a fejét, de... Minek hajl? Én. És ha már szkriptelve van, legalább csak egyel kell majd itt megküzdenem. Bánom is én, ha... Ászal, tehát lehet téged dobni. Oké, csak várj egy pillanatot. Csörög a telefonom. Tök mindegy, de attól, amit be akarok nézni. Ezt a telefont viszont felveszem, srácok, szóval egy fél pillanat. Folytassuk csak. Aztán melegen ajánlom, hogy megérjem. Oké, azt hiszem megérte. Gondolom, hogy új sívet nem tudok kirakni ezekből, még szép, hogy nem. Akkor mindjárt átdoblak. Csak akkor ezt itt megint kilútolom. Ezt a helyet. És lehet, hogy a script akkor fog beindulni, mikor már átdobtam a csajt. Nem tudom, valami biztosan lesz. Are you alright?